A hadgyermeket nevelő Böröcz családhoz viszi Kerság Tamás képviselő a segélycsomagot. A gondozási központ sikeres kapcsolatának köszönhetően a városi képviselőtestület tagjai minden rászoruló családnak tudtak ismét segíteni. Böröcné Fodor Nikoletta, a 6 kisgyermek édesanyja azt mondja, mindig jól jön egy ilyen segély. Megoldjuk, de jól jön. A gondozási központ és az élelmiszerbank közötti kapcsolatnak köszönhetően jutottak ismét szociális segélycsomaghoz a rászorultak. A Bonyhádi Gondozási Központ és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület együttműködési megállapodást kötött. Az Élelmiszerbank Egyesület tevékenységéről annyit kell tudni, hogy élelmiszermentéssel, élelmiszergyűjtéssel foglalkozik a Magyarországon élő rászoruló családok számára. Gyűjt élelmiszert, ez elsősorban áruházi élelmiszermentéssel, illetve vállalati felajánlások révén tudja megtenni. A vállalati felajánlásoknak köszönhetően, mivel ezek olyan nagy mennyiségűek, lehetősége van az Élelmiszerbanknak arra, hogy pályázatot írjon ki. A pályázatok kiírását a Bonyhádi Gondozási Központ mindig megragadja. A veszélyhelyzet alatt például 3 ilyen pályázat kiírására került sor, és a Bonyhádi Gondozási Központ mind a 3 esetben nyertes volt a pályázók között. A legutóbbi pályázat eredményéről május 5-én értesültünk, ez is nyertes volt. Ennek az összege 1.800.000 forint nagyságrendű volt. Elsősorban tartós élelmiszerekre, vagy pedig rövid lejáratú élelmiszerekre lehet pályázni. Ez több 100 kilónyi élelmiszert jelentett, ezt a Bonyhádi Gondozási Központ munkatársai hozták el, közösen pakoltuk be a Bonyhádi Gondozási Központnak a raktárába. Itt történik tulajdonképpen az élelmiszereknek a kicsomagolása, kibontása, csomagolása, ezt a gondozási központ munkatársai végzik. A vírus időszak megnövekedett feladatai közepette nem volt kellő kapacitása a központnak a csomagok szétosztására. A segítség a polgármesteri hivatalból érkezett. Van egy kimutatásunk, és sajnos azt kell mondanom, hogy mindig vannak olyan családok, akik önhibájukon kívül rászorultak. Ez március 16-a óta, a vírus megjelenése óta hatványozottabban jelentkezik Bonyhádvárosban is. Polgármester asszony az élén, és a közvetlen munkatársai napról napra többek között azon is dolgoznak, hogy ezeken a rászorult családokon hogyan lehet segíteni. Most van egy olyan alkalom, hogy az elképzelés és a lehetőség találkozott. Az elképzelés az az, hogy a rászorultakon segítsünk, a lehetőség pedig az, hogy a gondozási központ forráshoz jutott, és tartós élelmiszercsomagot tudtak előállítani. Sok töprengés után arra jutottunk, polgármester asszony javaslatára, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen részesült családok kapjanak tartós élelmiszercsomagot. Ez 77 családot érint, ennek a 77 családnak 130 gyermeke van. Én úgy gondolom, hogy nagyon fognak örülni ennek az ajándéknak vagy meglepetésnek. A képviselőtestület egyéni körzetének a megválasztott képviselői segítkeznek abban, hogy mindenki a saját körzetében fogja személyesen kivinni ezeket a csomagokat. Ez nem csak arra jó, hogy a csomagot kiszállítsuk, hanem a napi találkozásra is, hogy személyesen találkozik a képviselő a családokkal. Ezek a családok akkor el tudják mondani esetleg, hogy mibe várják még a segítséget. A csomagok napokon belül eljutnak az illetékes családokhoz.